Na sziasztok srácok, üdvözlök ismét mindenkit! Ezúttal egy olyan videóban tértem most vissza, hogy a régebben, vagy egy-két alkalommal volt ilyen, hát nem is filmkritika, én nem mondanám filmkritikának, mert annyira azért nem értek én a filmekhez. Inkább úgy mondanám, hogy véleménynyilvánítás filmekről, amiket megnéztem, végignéztem, és tetszett, nem tetszett. És akkor arról az én ítéletem. És nem is olyan rég megnéztem a Nemes egyszerűsége a nevet, vagy a címe csak annyi, hogy Borg McEnroe. Na most, aki szereti a sportot, illetve a teniszben otthon van, az tudja nagyon jól, hogy milyen filmről van szó. Björn Borg és John McEnroe-nak a harcáról. Mit lehet tudni ezekről a játékosokról? Mind a ketten nagyon fiatalok voltak akkor, amikor ez a film játszik, ez az 1900... elfejtettem, vagy 80-as, vagy 81-es Wimbledoni döntőt mutatja be. És nem is a végeredmény számít, mert most aki akarja, az utána tud nézni, aki meg látta esetleg, vagy akit meg érdekel a tenisz, az úgy is tudja, hogy mi lett a végeredmény. Csak itt be kéne kanyarodnunk közben. Szóval... Na... Menjél. Szóval nem is ez lesz a lényeg az egész, most már leveszem a szemüveget, hogy szemtől szembe legyünk. És azt mutatja be, hogy mekkora stressz helyzet volt ennek a két fiatal embernek ez az egész wimbledoni torna. És megmutatja azt is, szerintem, hogy a tenisz bármennyire is ilyen úri sportnak tűnik, amúgy az is valahol, de hogy mennyire az idegek harca. Nagyon tetszett a filmben az, hogy mind a két játékosnak az életútját gyerekkorától kezdve visszaemlékezések által bemutatja. Bemutatja azt, hogy Björn Borg valójában fiatalként egy idegbeteg gyerek volt, és hogy hogyan az edzője hatására, hogyan tudta ezt a dühét, ezt a teniszben kamatoztatni, illetve hát úgy kamatoztatni, hogy kiszopatta szépen szólva, és elnézést, megint káromkodok, szépen szólva kiszopatta az ellenfeleit. És John McEnroe meg hát hihetetlen tehetség volt, idegbeteg volt, de ő meg ebből csinált showműsort, tehát ő meg direkt csinálta, ezzel spanolta magát a meccseken. Úgyhogy az egyik ugye svéd srác, Björn Borg, a higgadság mintaképe, illetve John McEnroe Amerikából, aki meg a hát túlzott vehemencia példaképe, vagy példája. És nagyon tetszett az, hogy igyekezett a film, ez művészfilm, tehát azt tudni kell, hogy ez egy művészfilm, adták nálunk is moziban, de nem egy kassza siker. És nagyon tetszett az, hogy próbált hű maradni az eredeti sztorihoz, vagy próbált olyan, hogy mondjam, olyan eredeti köntösben megmutatni azt az egészet. Ugyanis amikor svédül beszélnek benne, tehát Björn Borg mondjuk az edzőjével, vagy mondjuk a barátnőjével, mondjuk a várja, azzal lehet, hogy angolul beszélt, mert az nem svéd volt, azt hiszem, vagy de, hát már nem emlékszek, mindegy, nem is ez a lényeg, akkor az svédül történik. Tehát ebből is látszik, hogy nem egy ilyen blockbuster filmet akartak ebből az egészből csinálni, hanem hülyen bemutatni, hogy mi volt akkor. Hogy miért is volt olyan extra ez a 80-as döntő, azt hiszem 80-as, de lehet, hogy 79-es. Na mindegy, hogy ez a wimbledoni tenisztorna miért volt olyan fontos. Björn Borg már négyszer nyert, nagyon fiatal volt, 20 pár éves srácról beszélünk, és már négyszer nyert Wimbledont, de volt más is, aki már négyszer nyert wimbledoni tornát, és ő az ötödiket szerette volna begyűjteni, mert volt egy olyan elmélete itt a fejében, hogy ha nem nyeri meg az ötödiket, akkor senki sem fog rá emlékezni, mert négyet, oké, és nem nagy ügy, más is nyert négyet. Ő mindenképpen meg akarta szerezni az ötödiket, és John McEnroe volt az, aki meg mindenképpen ebbe bele akart rondítani. Tehát tudta nagyon jól ő is, hogy mekkora nyomás nehezedik Björn Borgra, és már a torna elején lehetett tudni, mivel ezek a játékosok külön ágon voltak, már tudni lehetett, hogy nagy valószínűséggel együtt játsszák a döntőt. És nagyon jól mutatja be a film,
hogy melyikőjük hogyan élte ezt meg. Melyikőjüknek mekkora stressz volt ez, ugye? Björnborgnak kellett az ötödik mindenképpen, ez már alapból egy stressz helyzet volt neki, és stressz helyzet volt John McEnroe-nak is, aki meg az elsőre hajtott, és mindenképpen be akarta zsebelni ezt a trófeát. Tehát nagyon jól mutatja be ezt, azt a feszültséget, ami akkoriban volt. Magával a zenékkel, maga az egész filmnek a hangulata szerintem nagyon jó. Ami nem tetszett, mert volt egy-két olyan dolog is, hogy hát nem is tudom, az, hogy a végét egy kicsit úgy elnagyolták. Kurva jó döntő volt, de az, hogy a végén hát nem tudom, nekem kicsit a végével kapcsolatban nem tudom megfogalmazni, hogy konkrétan mi, de úgy hiányérzetem van. De én azt gondolom, hogy semmilyen elnagyolás nincsen, semmilyen túl misztifikált dolog nincsen a filmben, hanem valóságosan mutatja be az, hogy akkor mi volt. Ugye pokolian izgalmas volt a döntő, ahogyan azt az előbb is mondtam. Azt is nagyon hülyen mutatja be, mert tényleg minden idők egyik legizgalmasabb tenisz meccsét játszották ezek ketten egymás ellen. És mondom, nagyon megkapó volt az, hogy ez a film ez ilyen hülyen mutatja be az egészet. Csak magamat tudom ismételni sajnos. Igazából ennyi volt. Jó a szereplő válogatás. A srácot, aki Björn Borgot játsza, én még nem láttam soha. Szerintem én még nem láthattam őt nagyon soha semmi más filmben. De nagyon jól hozta. Ja, és egyébként ő megszólalásig hasonlít az akkori Björn Borgra. Tehát így külsőn és így egymás mellé tennétek a két képet. Kísérteti a hasonlóság. És Shia LaBeouf, úgy kell mondani, azt hiszem, játszotta John McEnroe-t, és ő is nagyon jól hozta a szerepet. Ő amúgy is kicsit ilyen különc figura Hollywoodban. Ugye volt, hogy nagyon komoly filmszerepeket mondott vissza azért, mert művész filmezni akart, és hát ezzel nagyon ott van. Tehát ez nagyon eltalálta ezt a szerepet. Úgyhogy igazából úgy ennyit akartam a filmről. Én tanácsolom mindenkinek, feliratosan láttam, szerintem nincsen belőle szinkronos, és nekem van egy olyan érzésem, hogy egy ideig nem is lesz. Nálunk még tavaly játszották moziban, olyan október-november környékén, és most jutottam el oda, hogy meg tudjam nézni. Abszolút nem bántam meg. A sport értéke, tehát az, hogy mennyire sportfilm, nagyon is sportfilm. Nem mondom azt, hogy akik nem szeretik a teniszt, mert én nem szeretem a teniszt, de ettől függetlenül nagyon élveztem a filmet, mert én engem alapból a sportfilmek azok nagyon vonzanak. Nincs benne ilyen nyálas, fasság, már bocsánat, megint, hogy káromkodok, de nincsenek benne ezek a klisés dolgok, szerintem. Alapvetően a kritikák, amiket így, mert nem nagyon olvastam, csak így hallottam olyanoktól, akik már látták, hát ilyen felemás. Van, aki azt mondja, hogy jó, van, aki azt mondja, hogy hát azért ez lehetett volna jobb is. Én azt mondom, hogy jó lett a film, tehát egy ötös skálán azt mondom nektek, hogy egy 4,5-es, mert volt a végén valamiért egy kis hiányérzetem, és nem tudom elmondani, hogy miért. Tehát a befejezéssel talán túlzottan hamar lezárják, ugye lemegy a meccs, azt az elég hosszan bemutatja a film, de valamiért olyan, nem tudom, olyan kicsit olyan, ugye az utolsó pár jelenet, az utolsó pár vágás kicsit úgy szerintem el lett cseszve. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ezzel a filmmel kapcsolatban ennyit akartam. Szerintem lesznek majd még ilyenek, mert én nagyon szívesen megosztom a véleményemet filmekről, főleg olyan filmekről, amik tetszettek, vagy amiket így láttam, úgyhogy meg ami nem tetszett, arról is nagyon szívesen beszélek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!